Újra megtelt élettel az atomerőműeses sportcsarnoka és a férfi kosárcsapat edzései. Az elmúlt hetekben csak néhány játékossal tudott dolgozni Branislav Zunic vezetőedző, mert többen karanténban voltak és sérültek is akadtak. Jelenleg csak Eilingsfeld János hiányzik, ő a felnőtt válogatottal készül, illetve a fiatal tehetség Valerio Bodon Vincent sérült. Továbbra is nehéz helyzetben van a csapat, illetve az egész liga, mondhatni ezt a koronavírus járvány miatt. Úgyhogy így egy picit foghíjasan teltek az elmúlt hetek edzései. Ugye voltak, akik karanténban voltak, akik sérültek, vagy vannak, akik sérültek, illetve volt egy kisebb mag, akivel hál' Istennek azért tudtunk együtt dolgozni, és akkor az edzések meg is voltak tartva. Úgyhogy hát kicsit így akadozva foghíjasan teltek, de teljes mértékben oda tették a srácok magukat, akik részt tudtak venni az edzéseken. Most sajnos ilyen ez a helyzet van, de hát ez nem csak a mi csapatunkat érinti, hanem ugye rengeteg más csapatot is, nem csak idehaza, hanem Európa szerte és világszerte is. Jelenleg a csapat az majdnem teljes kerettel rendelkezik, ugye van pár sérültünk, Valerio Bodon Vincentnek a lábában vannak problémái, Gulyás Milánnak szintén. Ők ketten azok, akik tulajdonképpen úgymond sérüléssel bajlódnak, a többiek pedig hát fokozatosan, ugye a karantén után fokozatosan kezdtek vissza az edzésbe jönni, úgyhogy most már azért egy majdnem teljes kerettel tudunk készülni és tudunk edzeni nap mint nap. A bajnokságban eddig több mérkőzés elmaradt a koronavírusnak köszönhetően. Jelenleg 2 hét bajnoki szünet van a válogatott felkészülése miatt. A mai állás szerint az ASEM a következő tétmeccsét december 5-én játssza Péccsel, zárt kapuk mögött Pakson a Gesztenyés úton. A válogatott mérkőzés miatt ugye van egy kisebb szünet most. Ugye tőlünk Eilingsfeld János, mint játékos ment a válogatottba, illetve Herman János masszőr. Ők ketten képviselik ilyen szinten az Atomerőmű Sportegyesületet. Hát most ugyanúgy telnek az edzések, hétről hétre próbálunk minél többet edzeni. Valószínű, hogy lesznek majd edzőmérkőzések is, bár erről még így hivatalosat ugye nem tudunk nyilatkozni. Hát ilyen 2-1-es edzésrendben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy egyik nap 2 edzés van, a másik nap pedig csak 1-et tartunk. Ugye ez így követi egymás után magát. Úgyhogy egy héten azért a fiúk sok edzésen vesznek részt, de talán ez az időszak, ez most ez a szünet úgymond, ez elég is lesz arra, hogy bizonyos taktikai kérdésen ugye a vezetőedző és a másodedző átmenjen a fiúkkal, bizonyos figurákat tudjanak gyakorolni, illetve az erőnlétet tudják fejleszteni. Úgyhogy most ezen vagyunk rajta, hogy utána pedig teljes erőbadobásra tudjuk visszatérni decemberbe ugye a bajnokság folytatására. Az utánpótlás nevelés mindig prioritást élvezett az Atomerőmű Sportegyesületnél. Korosztályos csapataik évről évre érnek el sikereket itthon és külföldön egyaránt. 3 fiatal atomos játékos meghívót kapott a magyar utánpótlás válogatott táborába, Bugyó Barna, Kékesi Kolos és Pavlik Botond. Közülük Bugyó Barna már külföldön bontogatja szárnyait.